A terület és település fejlesztési operatív programból készült el, és a nyári hónapokban már használható lett a turisztikai központ melletti és az azzal szemben található rekreációs park. A kosárlabda pályát, játszóteret, asztali tenisz asztalokat, kisebb kondiparkot, kutyafuttatót és pihenésre alkalmas részt alakítottak ki a csendes, nyugodt környezetben. A pályázati forrásból megvalósított pihenőparkot Nyíri Tibor polgármester és Kont Zsófia a térség országgyűlési képviselője és miniszterhelyettes adta át. A játszóteret több része van, a játszótér természetesen a gyerekekről összpontosít. Itt van az egyik óvodán közelbe, reményeink szerint ők csoportok gondolnak egyet, akkor itt lesznek, hiszen ezért készült, hogy igénybe vegyék. A másik dolog, ha a turisztikai központba érkeznek vendégek, és nem kapkodni akarnak, és gyorsan tovább menni, akkor itt fogjuk figyelmébe ajánlani, hogy itt el lehet a gyerekekkel tölteni. Még a legnagyobb melegben is van árnyékos hely, zöld felszínnel igyekeztünk a időjárások elemeivel dacolva beültetni. Ezzel nagyon sokat küszködtünk, tehát legalább háromszor kellett pótolni a növényeket, és folyamatosan kell. Ezúttal is köszönet a Vaszil Miklós és brigádjának, akik tényleg fantasztikus munkát végeztek. Van kis kosárpálya, kondipark, kutyafuttató ott a háttérben, dombok, amire a gyerekek felszaladhatnak, napozni lehet, tehát tényleg sokoldalú, mind a szerencsieknek, régi igény volt, jogos igény volt, hogy legyenek játszóterek, most már ez a harmadik, az hiszem, amit rövid időn belül átadunk, tehát most már nem kell elmenni szomszéd községekbe, hál' Istennek, és reméljük, hogy ez a turisztikai fejlesztés nagymértékben szolgálja a ide látogatóknak egy lehetőség arra, hogy hasznosan töltsék a szabadidejüket. A térség országgyűlési képviselője és miniszter helyettes örömét fejezte ki, hogy szerencsén a szülővárosában egy újabb fejlesztést adhat át a Szerencsi és az Ondi gyerekek és szülők örömére. Igen, én mindig nagyon örülök annak, amikor szerencsével kapcsolatban bármit be tudunk jelenteni, vagy hogyha már valami elkészül, hát nyilván én is itt nőttem fel, ide jártam bölcsibe, óviba, általános iskolába, gimnáziumba, tehát én nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy szerencs mindenféle szempontból fejlődjön. És nyilván az elmúlt időszakban sokat beszéltünk az utakról, ez nagyon jó, most már 35-es ugye egyik irányból nem sokára négysáv, másik irányban megújult, ez szuper. Ezért azt gondolom, hogy az ilyen közösségi terek, játszóterek, kultúri kondiparkok, tehát ezek nagyon fontosak, mert ezt lehet gyakorlatilag élettel megtölteni, és ennek a mai átadónak igazából szerintem pont ez a lényege, és hogy lehet hallani mögöttem például az ovisok már birtokba is vették ezt a kis játszóteret, hogy ezeket a tereket megtöltsük élettel, tényleg egy ilyen találkozási pont legyen a városon belül, és szerintem ez nagyon fontos, és hát nyilván, ha ide látogat valaki, akkor ők is el tudjanak jönni, mert tényleg ezek egy ilyen nagyon jó lehetőséget adnak a feltöltődésre, úgyhogy én ezért örülök nagyon ennek a mai napnak. Az ünnepélyes szalagátvágás után a gyárkerti óvodába járó gyerekek már birtokba is vették a modern és biztonságos szabadtéri játszóeszközökkel felszerelt parkot. A szabadidős létesítmény nyitvatartási időben használható, amely évszakonként változik.